Műsor újraindul. Kíváncsiak vagyunk, hogy van egy hang, mert ha nincs, akkor inkább nem is mondok semmit. Valamilyen reakcióra várunk a kedves nézőktől. Halló, halló! Halló, halló, hangvisszajelzést kérünk a kedves kocs nézőktől, hangvisszajelzést kérünk. Van hang, óriási, akkor elkezdem előről. Szóval elég régen láthatotok már itt engem a kamera előtt, ami annyira azért szerintem nem volt probléma. Gabi már jelentkezett ősszel, ugye most nyár végén egy adással, ahol modding témát feszegettünk, viszont most ismét videókártyát fogunk tesztelni, ahogy ezt tettük tavasszal is több alkalommal, és megint egy elég hosszú és unalmas, vagy legalábbis vontatott tesztnek nézünk előbe. Ez nem a Gabinak a bűne, hanem a rengeteg hosszú teszt, ami majd lefuttatunk. Úgyhogy én most nem is akarom tovább rabolni az időt, kezdjük el. Gábornak átadom a szót, elmeséli, milyen videókártya az, amit most tesztelni fogunk, és aztán majd a teszt közben bőven rá fogunk érni beszélgetni egyéb témákról. Gábor? Sziasztok még egyszer! Egy pillanatra még kitekintek az üzenő falra. Dávid azt írja, hogy rettentően halk és zúg is, de úgy látom, hogy a többieknél rendben van a dolog, úgyhogy valószínűleg Dávid az önkészülékében ezt a probléma. Na hát akkor vágjunk bele, ahogy a hírben írtuk és ahogy a műsor címe is mutatja, középkategóriás videókártyáról lesz szó, méghozzá Nvidia fronton. Aktuális egy dolog, hiszen az Nvidia volt adós a középkategóriás GeForce-ra egészen mostanáig. Egy kicsit visszatekintünk az elmúlt évekre, akkor fölidézhetjük azt, hogy hogyan is nézett ki az Nvidia-nak a középkategóriás kínálata mondjuk az elmúlt három évben. Azért poénos a dolog, mert gyakorlatilag ugyanúgy. Miért mondom ezt? Ezt azért mondom, mert ha visszaemlékszünk, akkor a 8008 GTS 512 MB-os változata, amikor elindult a G92-es markkal, ez volt az első variáns, amely akkor még ugyan felső kategóriás volt, de aztán ahogy telt múlt az idő, ugye egyre olcsóbbak lettek ezek a kártyák, és egyre a teljesítmény alapján egyre jobban lecsúsztak a középkategóriába. Aztán az Nvidia jobb híján ezt átvette 9008 GTX-re, majd 9008 GTX Plus-ra, és végezetül jött a GTS 250, ami szintén ugyanaz a kártya volt, egy harmadik variáns névvel, gyakorlatilag időközben a hardware tekintet semmi sem változott. Tehát G92 alapú középkategóriás megoldás volt nagyon-nagyon hosszú ideig. Az Nvidia nem folytatott túl sok figyelmet se a DirectX 10.1-re, se a DX 11-re. Azt mondták, hogy ez még annyira nem aktuális, nem létfontosságú játékosok számára, úgyhogy egészen kényelmesen el voltak ezzel a modellel. Tehát ugye három év távlatából már azért elég kellemetlennek tűnik ez a történet, és valóban időszerű volt, hogy valami igazán új és ne csak átnevezett termék érkezzen meg ebbe a szegmensbe is. Ő lenne tehát a GeForce GTS 450. A GTS 450 annyit kell tudni, hogy természetesen Fermi alapokon nyugszik. A múlt héten kikerült GTX 460-as cikkben már olvashatatok az átdolgozott Fermi GPU-ról, a GF104-ről. Nos, a GTS 450-en teljesítő GPU, a GF106, ennek az újra gondolt chipnek a továbbújított változata. Hogyha a GTX 460 a teljes értékű GF104-es mag lenne, akkor gyakorlatilag úgy foghatjuk föl, hogy az Nvidia ezt a chipet félbevágta, és ez került rá a középkategóriás megoldásra. Miről is van szó pontosan ebben a magban? 192 darab CUDA core teljesít szolgálatot, 32 darab texturázó egységgel, és 4 roblokkal, ami 16 egységet jelent. Referencia órélekről beszélünk akkor pár szót. Egyébként a referenciát tekintve az érdekes dolog, hogy az Nvidia egész egyszerűen nem készített referencianyákot, tehát nyomtatott áramkört ehhez a modellhez. Így a gyártók saját maguk tervezhetnek kártyákat, mind a nyomtatott áramkört, mind a hűtést tekintve, szabad kezet kapnak. Erre gyaníthatóan azért van szükség, hogy a bizonyos modell kínálatot tekintve legyenek különböző tudású, felszereltségű modellek, és így is lehessen játszani az árakkal, hiszen hogyha majd látni fogjuk a jellemzés későbbi szakaszában, azért a GF106-ben sokat fejlődött energiafogyasztás,
és sültrendelés tekintetében még mindig nem egy igazán jó hatásfokkal költséghatékonyan gyártó chip, főleg hogyha a Radeon kínálathoz hasonlítjuk őt. Szóval a GPU 783 MHz-en jár, a shaderek 1566 MHz-en, még a GDDR5 memória, amelyből 1 GB került fel a kártyára, egészen pontosan 3600 MHz-en ketyeg. Lehet sejteni, hogy esetleg a későbbiek folyamán fog érkezni egy erősebb középkategóriás modell is, ugyanis a GTS 450-re nem a legerősebb GF106 variáns kerül, ugyanis a három ROP partizan egységből csak 2 üzemel, ezért a memória busz az csak 128 bites. Ha esetleg a harmadikat a későbbiek folyamán aktiválják, akkor 192 bites memória vezérlőjűvé alakítható. Kimondtad? Ehhez a kártya sikerült kimondani. Még néhány fontosabb technológiai dolog, aztán nem is mutatok titeket ezzel. Ahogy a GF104-ben, ugye ebben a magban is már a Pure Video HD VP4-es motor található, illetve Dolby True HD DTS, HD Master Audio és kivihető HDMI-n keresztül. Az Nvidia ezt a modellt a konkurencián tekintve elsősorban a HD 5750-es ellen küldi. Aztán, hogy teljesítményben hogyan viszonylag teljesen egymáshoz, azt majd az írásos cikkünkben fog kiderülni, ugye most nem lesz lehetőségünk az ellenlábas letesztelni. Na majd most a 128 bites memória busz miatt, annak ellenére, hogy GDDR5 memória van szerelve a kártya, elsősorban 1280x1024, illetve 1680x1050-es felbontáshoz ajánlható ez a kártya, bár azért sok-sok esetben esetleg nem olyan nagy részletességgel elegendő Full HD felbontáshoz is. Ennyit szeretnék általánosságban magáról a GTS 450-ről mondani, és továbbiakban áttérnénk magára az Asus termékre, hiszen két darab is érkezett hozzánk. Gyakorlatilag a két termék teljesen ugyanaz egy dolgot kivéve, az egyik egy úgymond sima, gyári frekvenciákon üzemelő változat, a másik pedig egy top, ami azt jelenti, hogy gyári tuninggal rendelkezik, méghozzá nem is jelentéktelen mértékű tuninggal, erre fogunk rátérni a továbbiakban. Én arra kérem Zolit, hogy váltsunk át a kis kameránkra és mutassuk be külsőleg ezt a kártyát. A teszt konfigurációban a kamerát? Nem, erre a kamerára. Csak mondom közben, hogy a teszt konfigba a gyári olyan üzemelő modellt helyeztük el azért, hogy megfelelő bizonyítás alap legyen a többi kártyához mérten. Nem szerettük volna, hogy az adásban a túlhajtott verziót veszük alapul, hiszen azért az gyártóként eltérő lehet. Jó, akkor nézzük meg ezt a kártyát közelebbről, Zoli. Ha sikerül kamerát váltanunk. Ez nem olyan egyszerű folyamat. És most megint behalt az egész. Nagyon jó hang van, kép nincs. A kameránk egy kicsit szokás szerint. És más kamerát tudunk visszaváltani? Megpróbálom visszaváltani a kamerára, meglátom, hogy akkor mi történik. Most úgy láttam, hogy mozgunk. Mozgunk. Aha. Most nem tudom, hogy ezen a kamerán van-e képünk. Én már nem mondok semmit. Állandóan így járunk ezekkel a kamerákkal. Meg kellett volna mutatnom ezt a kártyát. Nem tudom, hogy most láttok, hallotok egyébként? Jó. Most látnak már. Oké. Okay. Lesünk, ja, és közben megy az adás. Az a helyzet, hogy ezt a kártyát én is most csomagolom ki először, úgyhogy teljes újdonság lesz nekem is. Nem tudom sajnos közelebbről megmutatni, csak így a dobozt. Hát esetleg oda tartom a másik kamera elé. Azt megpróbálhatjuk, hát ha azt be tudom kapcsolni. Aha. Kicsit megpróbálom távolom. Na. Hát valami ilyesmi. Jó, ez szerintem talán működni fog, nálunk legalábbis nem fagyott le. Ez így tökéletes.
Már a dobozon is lehet látni, hogy az Asus egy kicsit új utakra lépett, hiszen teljesen új dizájnnal jelentkezett. Itt lehet látni, hogy ez az ember testtel tigris fejez, vagy? Hát tigris vagy leopárd, valami ilyesmi. Valamilyen ragadozónak a fejével és szárnyakkal ellátott lény lesz a kártyáik dobozán mostantól. Legalábbis ahogy látjuk... Aztán a top verzióra jellemzően a tulajdott kártyák kerülnek ilyen dizájnnal. Nos, lehet látni a órajelet. 925 MHz-re tornázták föl az órajelét ennek a kártyának. 783-ról lehet. Elég brutális. Kibontom közben a dobozt, és majd odaadom a Gabinak magát a kártyát, hogy meg tudjuk mutatni. Ahogy látom, egyébként sok különbség nincs a gépben lévő kártyához képest. Ami azt jelenti, meg tudom kibontani. Na. Ami azt jelenti ebben az esetben, hogy ez nekünk nagyon jó, mert Gabi meg is mutatja. Teljesen megegyezik a hűtés azzal a kártyával, ami a gépben van, és ugye az egy alacsonyabb órajelű verzió, ami azt jelenti, hogy remélhetőleg ennek a kártyának azért egy kis tuninggal följebb lehet tornászni az órajeleit. Illetve nem ennek, pontosabban nem ugye a referencia kártyának, amit most majd a gépben be fogunk mutatni és tesztelni fogunk. Azt kérem a Gabitól, egy kicsit a hőcsövet mutassa meg, mert ez egy elég lényeges dolog. Igen, 8 mm-es hőcsőről van szó, kettő darabról, ami közvetlenül alulról a GPU-val érintkezik. Azt hiszem, hogy látszik itt talán a képen, hogy ez a hővezetőcső jóval vastagabb, mint a megszokott. Tehát maga a kártya teljesen ugyanúgy néz ki, mint a tesztelésre váró példány. Egyébként ugye már kibontottuk a dobozt, akkor szoktuk megnézni azt is, hogy milyen tartozékok vannak még a kártya mellett. Mostanában ugye a gyártók nem kényeztetnek el minket, úgyhogy ismét egy driver CD-t találunk csak, egy kis leírást a kártyáról, és lényegében egy darab kábelt, ami egy táp kábel. Ez az összes tartozék, amit mellé csomagolnak. Tényleg elmúltak azok az idők, amikor játékokat és egyebeket találtunk. Drágább kategóriára még esetleg jellemző, de most ugye a nagy költségcsökkentés szellemében gondolom, hogy igyekeznek minél kedvezőbb vétellel párosítani a GeForce-ok mellé, ugye nem könnyű feladat, hiszen a gyártási költségek eléggé magasak. Egy pillanatra visszaváltok még arra a kamerára. Okay. Ugye beszéltünk a hűtésről előbb, eléggé vastag 8 mm-es hőcsövekről van szó, mert említettem, és ha belelátnánk most a nyáknak a másik oldaláról a GPU fekszik, akkor azt látnánk, hogy a két darab rész hőcső az közvetlenül a GPU felületébe érintkezik, ezáltal gyorsabb, kedvező hatásfokú hővezetést biztosít. A ventilátor az egy 8 cm-es légkavaró. Én azt gondolom, hogy viszonylag csendben tesz a dolgát még a nagy terhelés mellett is. Egyébként magának a hűtő megoldásnak a neve ez az úgynevezett Direct-CU vagy Direct-CU, ugye a CU az a réz hőcsövekre utal. Nem először találkozhattok már ezzel a hűtési megoldással, ugyanis a cikkünkben szereplő GTX 460-on is ez a hűtéshez szolgáltat, illetve ha jól emlékszem, akkor egy 5830-on is találkozhatunk már ezzel. Tehát univerzális sok kártya használt hűtés, és ugyebár egy GTX 460-ra elég, akkor egy GTX 450-re bőven elegendő. Úgyhogy igazából a hűtéssel kapcsolatban nincs kifogásunk, sőt, dicsérni tudjuk. Még tudunk a kártyáról, hogy a hátoldalán, nem tudom, hogy láttátok-e, de azért megmutatom még egyszer. A hátoldalán van egy borda, ami a VRM-eket, tehát a tápellátó áramköröket hűti. Ugyanis a kártya az 4 fázisú tápellátással rendelkezik. És amit még tudunk, hogy a hűtés hozzávetőlegesen, csak hogy mondjunk egy kis számadatot is, olyan 21 decibeles zajszintet generál most így 2D-s nyugalmi állapotban. Jó, szerintem elmondtunk mindent, be is mutattuk a kártyákat. Nem tudom, hogy esetleg láttál valami kérdést, Zoli. A hangot kérdezték, de ugye most válaszoltál egy 21 decibel. Egyébként fülre ez nagyjából stimmel is ez a 21 decibel. Ez ugye azt jelenti, én azt szoktam mondani, hogy zárt gépházból a 20 decibel az már nem hallatszik ki egy normál, mondjuk 1 méteres távolságról.
Úgyhogy ennek a kártyának a hangját így alapértelmezetten nagyon nem lehet hallani. Én is kíváncsi vagyok arra, hogy terhelt állapotban mennyire fog felpörögni. De mondjuk a hűtést tekintve valószínűleg azért nem lesz túl nagy a zaj. Így van, mielőtt belevágnánk a tesztelünkbe, ugye ismertetnünk kell a teszt konfigurációnkat. Bár túl nagy mértékben ez nem változott, Gigabyte X58-as alaplappal tesztelünk, Core i7-920-as processzor, 3600 MHz-re feltuningolva, 2x2 GB Kingston HyperX DDR3-as memória, egy SkyEdge hűtő, két ventilátorra megtámogatva, egy 1500 wattos SigmaTech telpegység, örök barátunk, reméljük még sokáig velünk lesz, nagyon szeretjük őt. A háttértár területén van kedvező változás, hál' Istennek, ugyanis a Kingston jóvoltából sikerült összetennünk egy 64 GB-os SSD-re, SSD Now sorozatnak a tagja, nem egy kirívóan gyors, de azért egy Winchester-t mindenféleképpen bőven maga mögött hagyó típusról beszéltünk. A tesztrendszer éppen hogy felfér a játékokkal, de azért bizonyára hasznunkra lesz a tesztelési folyamatok során, és a tárolásra használt merevlemezünk is új, egy viszonylag kis Samsung modellt sikerült beiktatni. Ez tehát a teszt konfiguráció, illetve a megjelenítőnk az egy 24 szolos Asus TFT, egy Asus 24T1 TV monitor, hát ő sem újdonság, úgyhogy ismerősként fog visszaköszönteni. Akkor szerintem váltsunk is át a megjelenítőnk képére, és egy gyors GPU-zével teszünk tanúbizonyságot az elhangzottakra. A legfrissebb GPU-zét alkalmazzuk, amennyire tudom, a délelőtt folyamán még az volt mindenféleképpen. Lehet látni, a GF106 magja azonosítva van, 40 nm-es gyártás technológiával készült természetesen. 192 darab árnyalóegység, stb. Overlek is timmelnek. A1-es revíziójú gépéről van szó. Ami érdekesség, hogyha megnézzük a release date-et, tehát a bejelentés dátumát, akkor szeptember 13-at láthatunk, ugye, ami még nem volt túl régen. Az volt az érdekes, amikor én szeptember 13-án beraktam a kártyát, és megláttam a dátumot. Természetesen minden olyan technológia támogatva, amit az Nvidia eddig is a GeForce-osok számára biztosított, tehát OpenCL, CUDA, Physics, illetve a Direct Compute 5.0 használható munkára fogható. Mindig úgy kezdjük, hogy 3D Mark ment, és szerintem most legyen ez másképp, hiszen először mindenki arra kíváncsi. Így van. És amíg a ment is lefut, addig lesz alkalmunk veletek is foglalkozni egy picit csúnyán szólva, megnézzük a kérdéseket, hozzászólásokat, tudunk beszélgetni addig a 4-5 perc elejéig, amíg lefut a teszt. Igen, amit még nem mondtam, hogy pillanatra visszamegyek, a legfrissebb beta Nvidia meghajtót használjuk a teszteléshez. Most így felben nem tudom a verziószámot, azért indítottam a GPU-zét. Igen, tehát a Forceware 260.63.64 bites Windows 7-es driverről van szó. És mielőtt a Vantage-et elkezdeném futtatni, a Physics-et kikapcsoljuk, mert ilyen vonatkozásban ért már minket kritika, hogy nem illik Physics-el tesztelni, mert jogosulatlan előnybe kerül vele a GeForce kártya, tehát CPU módra állítjuk a Physics-et. És a 16-os résimítást most anizószűrös kikapcsolom, mert a tesztek miatt volt bekapcsolva. Tehát a driverben minden alapértelmezés szerint és a Physics kikapcsolt állapotban van. Most pedig akkor indítjuk a Vantage-et. Közben, ahogy látom, Zoli itt a fényekkel trükközik körülöttem. Volt esetleg észrevétel, hogy nem jók a fényviszonyok? Én vettem észre, hogy ja, nekem a fényviszonyok. Na. Jó, hát akkor a Vantage hamarosan elindul. Egyébként egy új kreatív webkamerát ízítottunk be az LCD elé. Reményeink szerint valamivel jobb képet fog szolgáltatni nektek arról, hogy mi zajlik a folyadékkristályos kijelzőn. Úgyhogy majd várjuk az észrevételeket, hogy mennyire vált be nektek ez a kreatív webkamera, illetve az általa nyújtott kép. Addig pedig szerintem egy picit tekintsük vissza az ünőfalra, hogy
miről is diskuláltok az adás közben. Hát, hogy látom, az árak kerültek szóba, de ez mostanában elég. Igen, átállat is fogok majd mondani az adást végén. Tápellátást még nem mondtuk, de szerintem a kamera képében játszott, hogy egyetlen egy darab 6-tűs PCI Express tápcsatlakozóval történik. Egyébként a GPU TDP fogyasztását az általános az a gyárjavat szerint 106 watt, de fogunk majd wattmérővel mi is saját mérést csinálni, persze azt majd a teljes rendszerre vonatkozólag. Ez a 106 watt mit is jelent? Hát ha a konkurenciához viszonyítjuk, akkor az 5770 az gyáradat szerint 108 wattot fogyaszt, tehát azzal el sikerült 2 watttal bemenni, de hát ugye elméletileg az Nvidia ezt a kártyát az 5750 ellen szánta, ami 86 wattot fogyaszt, tehát még így is 20 watttal le van maradva attól. De én azt gondolom, hogy azért az első Fermi kártyákat tekintve az, hogy ide jutottunk, az már haladás. Nem beszélve arról, hogyha letekintek itt a lapomra a régi kártyákat nézve, akkor azt látom, hogy a GTX 260-nál 182 watt, illetve a GTX 450-nél pedig 150 watt van, tehát mindenféleképpen léptünk előre fogyasztás terén, legalábbis az Nvidia belső kínálatát tekintve. Ami még esetleg érdekes lehet, ugye 2D-s üzemmódban azért jóval visszaesik a kártyáknak a fogyasztása, ehhez szükség van ahhoz, hogy ne a 3D-s üzemmódban alkalmazott órajeleken üzemeljen a kártya. A GTX 450 esetében a GPU 501, illetve 51 MHz-re, bocsánat, 51 MHz-re veszi vissza az órajelet, míg a shaderek csak 101 MHz-en járnak, 1566 helyett. Ez is szükséges ahhoz, hogy el tudjuk érni az üres jeleti kedvező fogyasztást. Zoli, esetleg lehet le valamit? Nem, igazából itt az árakon gondolkoztam, mert itt valaki említette, hogy a forint erősödést meg kéne várni. Hát aki egy kicsit figyelemmel kíséri a forint árfolyam változásait, meg az előrejelzéseket, azok tudják, de akik nem, azoknak mondom, hogy a jövő év első felénél előbb nagyon jelentős forint erősödést nem várunk. Ami azt jelenti, hogy a karácsonyi szezonra valószínűleg a mostani árak fognak maradni. Minimális csökkenés esetleg előfordulhat, de hát ugye most elég hektikus a mozgás, ugye a különböző devizák, valutákkal kapcsolatban, ugye külön mozog a frank, a dollár és az euró, és a beszerzés az ugye leginkább dollár alapon történik ezeknél a termékeknél, úgyhogy kicsit kiszámíthatatlan a dolog, mert ugye a dollár-euró, dollár-svájci frank árfolyam is nagyban befolyásolja azt, hogy mi lesz a forinttal, ha már egy kicsit okoskodhatunk itt a árfolyamok kapcsán. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a karácsonyi szezonban nagyjából a mostani árak lesznek mérvadóak. Ami árcsökkenés lehet, az talán azért lehet, hogyha jön ki új kártya, akkor amiatt talán csökkentik az árakat. Igen, közben Dávid kérdezte, hogy a beállítások mik, mert hogy nem hangzottak el. Hát a Vantage esetében mindig az alapértelmezett performance módot szoktuk használni a teszteléshez, most sincs ez másképp. Tehát a performance módban jellemző általános beállításokkal zajlik a tesztelés. És ahogy mondtam, a physics kikapcsolt állapotban van, egyébként pedig a Forster-ben minden a gyári érték szerint. Ha már ennyire rá vannak kattanva az ára az emberek, akkor mondok pár szót az árakról is. Ezt mindig úgy szoktam nézni, hogy mégiscsak az árösszehasonlítási oldalakra megyek, de nem a legeslegolcsóbb hihetetlenek tűnő árakat szoktam elmondani, hanem keresek egy olyan boltot, amiről azt gondolom, hogy onnan már azért nagy valószínűsége az a kártya beszerezhető azon az áron. Na most, ha ezt nézem, akkor konkrétan az Asus NGTS 450 modellje, nem a túlhajtott változat, hanem a sima, az olyan bruttó 38-39 ezer forint környékén vihető az jelen pillanatban, míg a túlhajtott top verzió olyan 41-42 ezer forintot kóstál jelen esetben. Persze, ahogy mondtam, ez is nagyon-nagyon bolt függő dolog, de én azt gondolom, hogy ennyiért egy kis utánajárással meg lehet szerezni. Nincs nagy különbség, úgyhogy én azt gondolom, hogy a két kártya között lényegében semmilyen különbség nincs azon kívül. Így van, hát gyakorlatilag az a 3000 forint az fizetíti meg az Asus azt a 18-15-18%-os túlhajtási és ezáltal előfelénybeli különbséget.
És nagyon csodálkoznék, hogyha ezt otthon nem lehetne elérni egy... Így van, Iván. Most azt pontosan nem néztük meg, hogy a memóriák esetleg mások-e a nyomtott áramkörökön, mondjuk ezt meg tudom tenni. Azt mondja, hogy Samsung 05. Aha, teljesen egyforma memóriacsipek vannak a kártyán, amennyiben jól látok ebben a félhomályban, de szerintem annyira még jó a szemem. Úgyhogy memóriát tekintve valószínűleg elérhetőek ezek az órélek. Aztán, hogy a GPU-t tekintve esetleg meg lehetett csípni otthoni tuninggal ezt a 900 MHz fölötti értéket, hát az szerencse kérdése is többek között. Ami viszont biztos és egyedi Asus technológia, az úgynevezett voltage tweak feature, csúnya angol szóval érve, ami azt jelenti, hogy nincs szükség a VGA BIOS-ában történő mahinálásra ahhoz, hogy az egyes feszültségértékeket mi kézileg szabályozzuk, tehát lehet növelni a videókártyának, mint olyan GPU alapfeszültséget, memóriák feszültségét kézzel, persze ezt illik óvatosan tenni, de plusz feszültség ugye további óreleket lehet elérni, ez ugye biztos. Arra viszont nem tudunk senkit biztatni, hogy ezt... Ez szoftverből, Windows alól? Igen. Úgy tudom, hogy ez így van. Bár mi még sosem próbáltuk, de én úgy tudom, hogy ez a voltage tweak, ez ezt jelenti. Lehet próbálkozni, aki úgy érzi, a megfelelően biztonságos körülmények mellett. Valaki írja, hogy megszakadt az adás, viszont csak egy ember írja, úgyhogy remélem, hogy mindenki másnál folyamatos. Nálunk is, mert még úgy, hogy nagy baj nem lehet. Egyébként amin ugye elgondolkoztam a bevezetőt kapcsán, az a nyák tervezés, ugye, hogy nincsen referencia nyák, és azon gondolkoztam el igazán, hogy ez az Nvidia-nak, vagy Nvidia részéről egy kegy volt, vagy egyszerűen csak a spórolás, hiszen azt gondolom, hogy azzal, hogy nem terveznek nyákot a Mac köré, az nekik mindenféleképpen költségcsökkentés, tehát biztos nagyon szép, meg kedves dolog tőlük, hogy hagyják a gyártókat érvényesülni. De a gyártók eddig is megtehették volna, hogy rögtön az első pillanattól kezdve saját tervezésű kártyákat dobnak piacra. Hát igen. Közben úgy látom, hogy vége a tesztnek, és van egy pontszámunk. Vége a tesztnek, megjött a pontszámunk, tehát ahogy mondtam, 3D Mark Vantage performance módban futtatva, kikapcsolt physics-el. Az összevont P pontszámunk az 9607, mi a GPU pontszámunk az 8586. És ez jó vagy nem jó? Hát ezt akkor tudnám megmondani, hogyha most lenne egy friss mérés a kezemben mondjuk az 57-50-ről. Csináltam én több mérést már ezzel a kártyával tegnap. Én azt gondolom, hogy azért annyira nem tragikus a teljesítménye. Talán azt lehet mondani, hogy éppen elég. Tehát még az a szint, ami megüti azt, hogy meg lehet ezt a kártyát venni, de semmi pluszt nem lehet felfedezni. Se teljesítményben, és a szolgáltatásokban. Tehát az Nvidia éppen ugye annyit dobott, olyan csontot dobott, ami elegendő ahhoz, hogy még egy kicsit ezzel ellegyünk. Aztán, hogy lesz ebből erősebb verzió, az a jövő zenéje. Még egyszer a pontszám P9607. Mi legyen a következő teszt? Hát szerintem legyen egy Heaven. Azt úgyis szeressük. Szeressük a Heaven-t. Elmondtuk már a bevezetőben, hogy elvileg ez a kártya Full HD-re már nem annyira megtermett, de azért, hogy esetleg a múltkori GTX 460 cikkünkben szereplőekkel össze tudjátok vetni, ezért most ugyanazokkal a beállításokkal fogjuk futtatni. Ami azt jelenti, hogy DirectX 11 mód, a shaderek magas minősége, a tesszeláció extrém módban, az élsimítás 16-os, bocsánat, a szűrés 16-szoros, az élsimítás pedig 8-szoros. Teljes képernyőn fogunk futtatni, és 1920x1080-as felbontásban. Hát fog izzadni rendesen a GTX 450, ezt már ígéretem előre is, de legalább azt a pontszámot, illetve FPS értéket, amit fogunk kapni a teszt végén, azt, ahogy mondtam, a GTX 460-as cikkártyával össze tudjátok már most is majd hasonlítani, és akkor lehet tudni, hogy hova lehet ezt a kártyát belőni. Közben tekintek ki az üzenői falra. AIV programot is adnak hozzá, amivel lehet játszani iPhone-nal nagyon jó. Igen, ezt meg tudom erősíteni.
Ez olyan technológia, amit ha használunk, akkor az iPhone, illetve ha jól tudom, akkor a bizonyos iPod Touch modellek, vagy iPad, nem tudom most a kettő közül melyik, de gyakorlatilag hát ilyen virtuális billentyűzet, illetve egérré, valamint adott esetben játék vezérlővé alakíthatóak. Ezt még sosem láttuk élőben működni, de az Apple-től vagyok azok, esetleg ki tudják próbálni, hogyha ilyen technológiával felvételezett kártyára esik a választásuk. Úgy látom, közben megjönnek a kérdések is, vagy kérések pontosabban a tesztekkel kapcsolatban. Így van, hát azokat szívesen vesszük és várjuk is. Ezekből melyik mehet és melyik nem? Majd a Dirt 2 tudom menni. Jó, a Dirt 2 az belefér, nem hosszú. Milyen teszteket lehet kérni? Basszus, közben szóljál rá, majd a benchmark a nézők is szólhatnának, hogy közben indítsam a mérés, mert eldumálgatunk közben. Igen, van Dirt 2, van Stalkernek a legújabb rész, ugye, hagyomány szerint. Az biztos, hogy akarjuk? Hát nem tudom, hogy akarjuk-e, mert egy laza 20 percig szokott elnézni. Ami újdonság van, Mafia 2 benchmark. Próbáltam, hát nem igazán voltam megelégedve a pontszámokkal olyan téren, hogy néha egészen érdekes eredmények jöttek ki, de a gondoljátok, nem hosszú, körülbelül 2 perces a bench, tehát Mafia 2-t is tudunk kínzítani, Bad Company 2-t is tudunk mérni, de ez csak Feb segítségével. Van már Lost Planet 2 benchmarkunk is, de az szintén elég hosszú. Ami nem durva viszont, az a játék, aminek a címe most nem fog az eszembe jutni, de majd gondolkozok rajta. Igen, jó, tovább. Mink van még? Ugye a Dirt 2. És amint kilépünk az asztalra, majd megnézem, mert múltkor újítottam a tesztjátékoknak a során, tehát pár új cím is brettiktatva, az előbb elmondtam. Hogy látom, a Mafia 2 az mindenkit érdekel. Jó, hát akkor Mafia 2-vel folytatjuk, és akkor közben majd... Batman! A Batman már nincsen, az Batman-t azt már elfelejtettük, mert nem igazán teheri meg a kártyákat. Maximum fizikszel, tehát a fizikszes mérések ugye mindig problémát jelentenek. A Batman nincsen, de hát ugye amennyire én tudom, a Mafia 2-ben is lehet fizikszet kapcsolni. Más kérdés, hogy mennyire érdemes ezen a GTS 450-en, hiszen ahogy hallottam, bizonyos játékokban, és szerintem mondjuk a Mafia 2 is ide sorolható, még akár egy GTX 470 esetében is indokolt lehet a külön physics kártya alkalmazása, tehát valahol azért a physics jelentős teljesítmény kiesést jelent. Ez komoly. Ez a teszt még mindig jól néz ki. Ha. Igen, az a Heaven Benchmark 2.1-es, tehát a legújabb verziója. Néhány dolgot javítottak, most én itt fejben nem fogom tudni, hogy mit, valószínűleg nem is érteném azt, hogy mit módosítottak benne, de a lényeg, hogy a legfrissebb verzió. Azt érted, hogy mit mondasz? Nem, de lehet elmondom. A lényeg, hogy a tesztikben is ezt használjuk, így összevethetőek a régi pontszámaink majd a most kapott eredménnyel. Hozzászólás nem érkezik, ami... És most jött pont egy hozzászólás, mert kezdtem félni, hogy megakadt az adás megint, és minden megállt, beállt, mint a hal szeme, ahogy mondani szoktam. GTS 250 Full HD-ben a mérés után 20 FPS nyomott. Biztosan jobb lesz ezen majd. Hát meglátjuk, bár azért nem tudom, hogy most ezt a Heaven benchmark-ra érte lesz az eredményt, vagy melyik programban. Illetve ahogy ugyanezekkel a paraméterekkel futtatta, de... Igen, a Stalkert meglesném. A Stalkerre szerintem egyre mondjuk azt, ha nagyon sok időnk marad a végén, akkor esetleg belőjük, de a Stalkert azt nem szeretnénk most így egyből bejátszani, mert akkor 20 percig itt fogunk ülni és nézni a 48-szor lejátszott pályákat. Gyaníthatóan a Heaven hamarosan a végére ér. 58-70 nem is eléggé megigzad alatta, így a csana. Így van, valójában ezért szeretjük ezt a mérő alkalmazást, hiszen a legdurvább paraméterekre állítva a csúcskártyákat is képes eléggé szépen megizasztani. Azért is mondtam, hogy nem éppen a GTS 450 számára a legideálisabb paramétereket alkalmazzuk most, de az összevethetőség miatt beáldozzuk őt, és jól megizasztjuk.
F1 2010 Vonegabi, hát sajnos nincsen, ha lenne, akkor már otthon játszanék vele, de amennyire én tudom, még nem jelent meg a játék. Nem is tudok pontos megjelenés, bár talán mint a szeptemberi vége vagy október ellen, Dávid szerintem ezt jobban fogod tudni. Kérdés a tesszelációval kapcsolatban. Igaz, hogyha például a talajon túl nagy a kiemelkedés, akkor ha egy másik korrektor szereplő vagy bármi van rajta, akkor belelóg a textúra. Nagyjából értem a kérdést, ugyanis találkoztam már én is ezzel a problémakörrel. Pontos választ nem fogok tudni ráadni teljes bizonyossággal, de úgy emlékszem, hogy én is olvastam ilyet, hogy előfordulhatnak ilyen problémák. Tehát hallottam ilyenről, és úgy gondolom, hogy így van. Tehát lehet rajta olyan, hogy belelóg a textúra. Ahogy látom, közben eredmény van. Igen, közben lefutott a heaven. Az FPS számunk az 10,9. Az átlag FPS szám. A pontszám pedig 275. Tehát érdemes felírni 10,9 FPS, 275 pont. Aztán érdemes megnyitni a GTX 460-as cikket, és összehasonlítani azokkal a mérésekkel. Ennyi volt tehát a heaven. Melyik volt az a játék, aminek nem jutott eszébe a neve? Mindjárt mondom. Volt múltkor valami verekedős játékunk. Volt, de az is elég hosszú, meg nem is annyira ütős már. Igen, a Just Cause 2 nevezetű játék demója is fel van telepítve. Szerintem azt is be fogjuk majd lőni, de akkor folytassuk most gyorsan a Maffiával. Ezt talán még én sem láttam. Láttam? Vagy jó, hogy cucci végül is, nem látod még szerintem. Szeptember 23-a. Közben csöndben maradtunk és csodáljuk a képet. Igen. Nézzük a beállításokat. Videó. Nézzünk egy Full HD felbontást, aztán, hogy nézzünk 1680-at, nem legyünk ennyire szigorúak a kártyához. Tehát 1680x1050-es felbontás, teljes képernyő, élsimítást nem kapcsoljuk be, mert meghalna tőle. 16x-os onizó szűrést viszont igen. Az árnyékok minősége magas szintre állítva, az ambient occlusion-t bekapcsolva, a geometriai részletesség szintén magason, és egyelőre szerintem ne kapcsoljunk physics-et, nézzük meg, hogy ilyen beltesokkal mire megy a kártya. Elmentjük a változásokat, és akkor megyünk is a benchmark-ra. Közben a képernyőnk lement a hűlbe, de már vissza is jött. Volt egy ilyen kérdés, hogy az 5770-nél jobb-e a kártya? Hát én azt tippelem, hogy a gyárgyóreklen biztosan nem. De a top verzió mire menne vele, nem tudom. Közelebb kerülne hozzá, ez egészen bizonyos. Ki fog majd derülni a cikkünkből, remélhetőleg tudunk kártyát szerezni, és akkor benne lesz a mérés. Máriónk az nincs. Az már elég régóta nincsen Máriónk. Szerintem egy aknakeresőt még lefuttatunk, hogyha az... Igen, vertikál szinket kapcsoljuk ki. Be volt kapcsolva? Kérdezem Csonátonnak, akkor elküldte a figyelmemet. Legfeljebb lefuttatjuk úgyis, ha be volt kapcsolva. Jó. Közben elitott a népnek. Ezt nem igazán értem. User 17821-es nézőnktől kérdezném, hogy ezzel mire célzott. Lehet, hogy csak én vagyok tudatlan. Biztos valami játék lesz, csak nem tudom, hogy melyik. Megjött Gumis Peti is. Na itt van Gumis, szia Peti, üdvözlünk. Ugye Gumis Petit remélhetőleg már senkinek nem kell bemutatni a nézőnk közül, hiszen vele voltunk, illetve voltam kint körben a Gamescom 2010 kiáltáson, ahol a White House nevezető 23x-os felné beszerelt gépével vettünk részt a DCM-en versenyen, és közönségdíjon ugyebár a már sokszor említett második helyet sikerült megszereznie. Tribal Radio. Ő nem tudom ki lehet. Nagyszerű.
elérte egy régessége Hu84-ben. Hát nekem akkor még nagyon régen nem volt számítógépem, hiszen még nem is voltam terbe véve. Nem tudom, hogy Zolnak esetleg van emléke. Igen, a játékra persze, hogy emlékszem, csak ugye én nem erre gondoltam, hanem valami frissebb játékra. Ez egy nagyon-nagyon jó játék volt annak idején. Ha jól emlékszem, akkor ugye az űrben kellett cirkulálni össze-vissza, és harcolni is, kereskedni is, tehát egy ilyen elég összetett dolog volt. Hát a grafikáról inkább nem szólnék. Hát, gondolom, hogy 84-ben nem nagyon ment a 16-os télsimítás. Jó, közben lett eredményünk. 44,6 FPS az átlagos érték. C besorolás kap. Nekem ez csak azért furcsa, mert szinte minden kártyával ezt a 44,6 FPS-t kapom, úgyhogy ezért mondtam, hogy ez a Mafia 2 még egy picit érdekes. Beállításokat még nézzük meg. Na, nézzük meg még egyszer a dolgot. Aha, igen, a V-Sync-be volt állítva, ezt benéztem. Mi ezt most kikapcsolom, és nézzünk meg egy Full HD-t, hogy csökken ez az érték. Jó, elmentjük. Igen, közben, ahogy látom, egy rádió spammerünk is van a nézők között. Többen már szeretnék bannolni, de hát, ugye, ha jól tudom, nincs lehetőségünk ilyen módon bannolásra, sajnos. Én nem tudok róla, hogy lenne. Sajnos. Physics-et kapcsoljuk ki. Ha jól emlékszem, akkor nem volt bekapcsolva. Nincsen bekapcsolva a Physics jelen állapotban. Meglátjuk, hogy milyen eredményt kapunk. Hát a látmegy az mondjuk nem rossz. Nem rossz, igen. Hatalmas Mafia 2 stand volt kint a Gamescomon is. Nagyon-nagyon rá voltak hangolódva az emberek. Nem tudom pontosan, hogy a végleges verzió mikor érkezik, vagy kijött-e már. Ugye ez meg a demo, illetve beépített benchmark, ezért is használjuk. A ló a Physics-et elbírja-e? Hát nem tudom megmondani, de én személy szerint valószínűleg szívesebben játszanék hájbeltással és Physics nélkül, mint egy pacert nézve, ahogy egészen élethülyen mozognak benne a csavarok. De te egy extrém eset vagy. Így van, hát ez csak én vagyok ilyen hülye. Nem tudom, néztétek-e, de a PHL lopta a tévés ötöteteket? Néztük természetesen, olyannyira, hogy már tegnap tudtuk, hogy náluk is lesz valami hasonló. Meglátjuk, hogy mit sikerül nekik produkálni. Kicsit profibbak talán, legalábbis az úriember, aki a tévés adást fogja csinálni, mindenféleképpen profibb, mint mi vagyunk. Úgyhogy az alapok azok megvannak náluk. Aztán, hogy milyenek lesznek a műsorok, ezt meglátjuk. Szerintem még ők sem tudják pontosan, hogy milyen hosszú adásokat szeretnének és milyen tartalommal, majd alakulni fog. A PH színvonalát ismerve valószínűleg nem lesznek rosszak az adások ott. Így van, közben user 1781 hozzászólása. Mi itt vagyunk, az a lényeg. Hát ezzel maximálisan egyet tudunk érteni. Köszönjük is nektek, és reméljük, hogy aki eddig velünk volt, az a továbbiakban is velünk lesz majd a Hoz TV további adásaiban is. Illetve, ha tudtok még további nézőket hozni, azért sem szoktunk megharagudni. Legalábbis nem tartjuk hosszan a haragot. Jó, azért változott az FPS értékünk, ez mindenféleképpen jó hír, tehát Full HD-re kapcsolva átlagban 40,2 FPS kaptunk, valami azért mégiscsak működik a benchmarkban. Talán még végül egy Physics-et nyomjunk be. Próbáljuk mindenképpen. Az a rossz hírem, hogy azt elfelejtettük visszakapcsolni a driverben, tehát ezt most meg kell tennem. Addig foglalkozz a nézőinkkel. Foglalkozok a nézőkkel. Az oldalról kapcsolatban átkapcsolom addig a másik kamerát. Ha sikerül természetesen. Itt is vagyunk. Szóval ugye minden adásban szoktunk egy kicsit az oldalról is beszélni. Illetve én szoktam. És ezt most sem hagyhatom ki. Már nyár elején szó volt arról, hogy dizájnt szeretnénk váltani, illetve meg szeretnénk újítani az oldalt. Ez jelenleg is tervbe van véve. Sajnos a grafikusunk nem úgy pörög, ahogy mi azt szeretnénk, úgyhogy új terveket készítünk az oldal megújításával kapcsolatban. Viszonylag azt mondhatom, hogy elég jól haladunk
ebben a témában. Nekem jelenleg van egy pókeres oldalam, amit most már lassan be fogok fejezni. Ez egy másik projekt ugye a HOC mellett. Ha ezzel kész vagyok, ami várhatóan 1-2 hét, akkor bele fogom vetni magam a HOC megújításába, gőzerővel. Mindenféleképpen szeretném, hogyha másfél-két hónapon belül egy teljesen új oldalt látnátok. Aztán, hogy ez milyen motoron fog futni, és milyen dizájnnal, ez még a jövő kérdése. Ahogy mondtam, elképzeléseink vannak erre vonatkozóan, és ez a pókeres vonal, ez igazából arra is jó lesz, hogy leteszteljünk egy motort, illetve a hozzá kapcsolódó modulokat, és hogyha ez be fog válni, akkor nagy valószínűséggel a HOC-t is át fogjuk erre állítani. Mást nagyon azt gondolom, hogy nem történt. Igazából semmi nem történt, ugye nyár volt és nyaraltunk, vagy nem tudom mit csináltam, mert mondjuk amikor én voltam nyaralni, akkor elég hideg volt, meg esett az eső. Úgyhogy a nyár az eltelt, és most újra itt vagyunk, és belevetjük magunkat a munkába. Adástervünk még mindig nincs, úgyhogy fogalmunk sincs, hogy a következő adásban mi fog szerepelni. A meghívott vendégeink azok sose szeretnek eljönni, úgyhogy ez megint ilyen problémás. Pedig mindig megmosakszom, amikor adásnak van. És van WC frissítőnk is, úgyhogy nem értjük mi a probléma. Közben jött egy tipp, hogy fizikszet a grafikusnak, hát ha be tudnánk gyorsítani kicsit a munkálatokat. Hát nem tudom, átkapcsolok közben a másik kamerára, ami ő közben megint. Igen, tehát jelenleg 1680x1050-es felbontásban fut a benchmark, médiumra kapcsolt fizikszel 16-szoros anizó szűréssel, meglátjuk, hogy így mire megy a kártya, de túlzottan tragikusnak nem tűnik a dolog. Nem tudom, olvastátok, hogy a fizikszről viszonylag abból technológiát használ. Igen, olvastunk ilyet. Nyilván az Nvidia-nak, ha már megvette, és csak a GeForce-okból van benne, akkor vannak ilyen kis szerényebb, nem teljesen tiszta, önös érdekei és eszközei. Hát ezt tudomásul kell venni. Aki fizikszet szeretne, az vagy vásárol GeForce kártyát, vagy vesz egy Radeont, és vesz meg egy olcsóbb GeForce-t, aztán megpróbálja ráhackelni valamilyen feltölt driverrel a dolgot, hogy működjön. Ugye ez piacgazdaság, mi ez nem annyira szeretnénk beleszólni ebbe a dolgba, majd a nagyok elintézik, persze. Persze, ezt nem üdítáljuk. Sajnos. Hozzászólás, a ruha animáció, mintha élethűbb lenne. Na, hát remélem, legalább ti figyeljétek, hogy mi történik a tesztben, meg most rátok figyelünk. És ahogy látom, van olyan nézőnk is, aki szereti, hogyha teljesen véletlenszerűen jönnek az adástémák. Igen, igazából nagyon választási lehetőség nincs. Igen, mert sosincs olyan, hogy egy hónap előre vetítve itt van minden tesztot, és ezért tudjuk, hogy mit tudunk majd berakni a műsorba. Ez rendszerint a műsor előtt 2-3 nappal, jó esetben egy héttel szokott kiderülni, de akkor nagyon-nagyon jók vagyunk, hogyha egy hét előtte tudjuk, hogy mi lesz a Hossz TV-ben. Kicsit visszaesett. Igen, hát számítottunk rá. Tehát bekapcsolt, médiumra kapcsolt fizikszel 1680x1050-es felbontásban az átlag értékünk az 26,8 fps. Hát ez még éppen hogy a játszó szín, de már szenvedésekkel is valószínűleg sokszor azért becsúsznánk már a szaggatós délvetítős játékmenetbe is. Hát ahogy látom, a minimum ugye 2,5. Igen, az megint olyan, hogy az mindig annyi volt, tehát belé futtattuk. Tehát én azt gondolom, hogy a GTS 450 nem igazán alkalmas arra, hogy Mafia 2-t fizikszel játszunk. Jó, ennyi lett volna a Mafia, remélem, hogy kielégítőek voltak a válaszaink a felmerülő kérdésekre. Nyomjunk be Just Cause 2-t, mert szerintem senki se ismeri, úgyhogy legalább mindenki számára úgy lesz, bár lehet, hogy én tévedek. Kaptál egy kérdést, Zoli? Erre a kérdésre én inkább nem válaszolok. Főleg, hogy tegnap még nem az akváriumot emlegettük, mint a búvár fényképezőgép felhasználási területét. És inkább a Petitnek kérem, hogy akkor most ezt az akvárium témát és a fényképezőgépet hanyagoljuk. Szerencsére nem engem vesz a kamera, úgyhogy elpirulhatok. Just Cause 2, ahogy látjátok, Full HD felbontásban fogunk mérni. Megnézzük, mi tud a dolog.
minden változható érték maximumra, legmagasabbra állítva, 8-szoros élsimítás bekapcsolva, 16-szoros szűréssel körültve. Nézzük meg, hogy így fullosan mire képesek el, talán ez a játék, bár nem is egy könnyű menet, de nem vérgyilkos terhet róla a kártyákra, úgyhogy nézzünk egy ilyen benchet fullon. Aztán lehet, hogy majd végén kapunk 8 FPS, de akkor egy picit beégek legfeljebb. Nézzünk ki van kapcsolva? Remélhetőleg igen, nem szoktam soha magamtól bekapcsolni. Ezzel volt egy kérdés, hogy mennyire jó az Asus M4A79XTD Evo alaplap. Találkoztál már ezzel a lappal? Nem, Asus AMD-s alaplapot egy általán nem teszteltünk, nem is találkoztam vele. Gigabyte AMD-s lapok voltak nálunk. Éppen ezért... A legutóbbi tesztben volt Asus lapunk, nem? AMD-s. Ja, hát a Crosshair egy formula, igen, mint rock tuningos lap volt, de hát ez messze nem ez a kategória. Úgyhogy fogalmam sincsen. Általánosságban tudjuk azt mondani, hogy nem nagyon szokott probléma lenne az Asus lapokkal, ahogy a Gigabyte lapokkal sem, ugye a két meghatározó gyártóról van szó. Állítólag be van kapcsolva a V-Sync-ünk. Ezt nem hiszem el, jó, akkor megszakítom. Ezt a köcsök V-Sync-et, elnézést. Ami a szíveden a szádon, te már csak ilyen vagy. Van. És valóban, nem tudom, miért kell ez. Miért kell ez a programozott részről, hogy alapesetben meg van kapcsolva a V-Sync. Még egyszer elnézek, jó, ki van kapcsolva. És akkor fussunk neki még egyszer a dolognak. Nem 16-szoros el, csak 8-szoros, ha még jól emlékszem. Itt látom, hogy írják, hogy szaggat. Az az igazság, hogy nálunk azért annyira nem vészes a helyzet. Igen, 29 FPS környékén megy a dolog most. Sajnos ugye kamerán keresztül látjátok a monitort, és a szaggatás sokkal-sokkal erőteljesebb így a monitor, illetve a kamera képén keresztül, mint a valóságban. 27-28 FPS ezért kijön a kártyából így is. Hát ugye ez a határérték, igen. A 30-at szoktuk hát mondani a határnak. Kicsit becsúszunk a határérték alatt, de viszont ez volt teljesen maximális paraméterekkel megy a játék, nem rossz szerintem. Inkább az szokott ugye zavaró lenni, amikor hirtelen nagy ugrások vannak benne, hogyha megvan mondjuk fixen a 25 FPS és az nem nagyon változik menet közben, akkor az már egy viszonylagosan játszható, igen, sebesség szokott lenni. Legalábbis, amikor régen játszottam, akkor még ez így volt. Azért kell a V-Sync, hogy szegény átlag user elszaladjon erősebb végéhez venni. Hát igen, biztos, hogy van olyan rész, amikor használt veszünk, de nem szoktuk használni. Ezek szerint a V-Sync is egy ilyen marketing fogás, hogy vásárlásra készítse az embereket. De akkor nem kéne odarakni a lehetőséget a kikapcsolásra. Igen, te mindig bekapcsolt V-Sync, és akkor mesterségesen korlátozni a kártyák teljesítményét. Császtok, mi is üdvözöljük Bondi 14 nézőnket. Hát azt írja, hogy most jött úgy, hogy az adásnak a túlnyomó részéről már lemaradtál, de ajánljuk, hogy felvételről, amennyiben érdekelteket a GTS 450, akkor tekints meg. Ahogy éppen mondtam, GeForce GTS 450 középkategóriás vadonatúj Nvidia videókártya a mai műsorunknak az apropója. Közben a Just Cause 2 eredménye megérkezett. Az átlag FPS értékünk az 24,73, tehát majdnem a 25 FPS elértük. Nem beszél arról, hogy teljesen maximális sokkal ment a benchmark, úgyhogy ez a játék abszolút jól játszható ezzel a kártyával, ezt el tudjuk mondani. Maximum a 8-szoros élsimításból visszaveszünk 4-re, és már is 30 FPS fölött leszünk. Egyébként milyen játék ez? Megyünk, lövünk? Nem kellett volna ezt megkérdezned, mert... Ja, értem. Hát nem játszottam egy percet se, de ahogy látom itt a háttérképet, valami olyasmi. Medionnal nézegettük, hogy mit lehetne beiktatni így a tesztes játékprogramok közé, és akkor az ő javaslatára beiktattuk ezt, mert mondta, hogy van beépített benchmark modulja, én meg azokat a játékokat csíp, aminek van egy ilyen modulja, mert nem nagyon szeretek trapszel méregetni. De ezt most mégis meg fogom tenni. Egy gyors Bad Company 2 mérés erejéig.
FAPS megy. Indul a játék. GTS 455-ben már 192 bites a WAMP-sávszél, vagy az miben jobb? Hú, hát én még nem ismerek, nem hallottam GTS 455-ről. Lehet, hogy esetleg 10 percig kívül valami friss hír, ami már nem láttunk. Te mindig le vagy maradva. Én ott tartok, hogy benne van a levegőben esetleg egy erősebb 192 bites memória vezérlős GF100 alapú kártya is, de hogy ez lesz-e, és ha lesz-e, pontosan milyen lesz, az még csak fikció. Bad Company 2 dönt el mindent, hát most igyekszünk ennek eleget tenni. Vészinket kapcsolt ki. Nem leszek szőrösszövű, úgyhogy 1680-as felbontásban futtatjuk a mérést. Így van, át is kapcsolok. Vészink. Vészink off. Ez van kiírva. Megnyugodtam, ugye? Megnyugodtam. Jól van. Tehát Vészink off, 16-szoros onizószűrés és 4-szeres élsimítás lesz aktív a felbontáshoz. Egyébként pedig high minőségben, tehát magas. Gumis Petinek közben üzenném, hogy esetleg próbálj meg beregisztrálni a MySorum oldalán, hogy lássuk a nevét, mert megint csak a Colin McRae egyből gondolom, hogy ő írt. Ez nála valami mánia, ez a Corin 1. Hát nem volt az rossz, annak idején P1-en se. Mert lehet, hogy most a telefonunkon vagy PDA-nkon jobban futni, mint annak hát idején. Igen. Asztali gépünkön. Már a Samsung írna neked 3D drivert a telefonhoz. Igen. Ez egy alig célzás volt a Samsung felé, de hát nem tudom, hogy mennyire néznek minket. Igen, az a helyzet, hogy mi mindig célozgatunk, hol a Microsoftot célozzuk, meg hol a Samsungot, igen, és valahogy semmi nem történik. Ebből azt a következtetést mondhatjuk le, hogy nem nézik az adásunkat. Mi felettébb szomorú. Itt már közben Intel AMD párbaj kezdődött, ebben nem igazán szeretnénk belebonyolódni, mert most GeForce GTS 450-et tesztelünk. Olvasgass, én addig nézem a játékot, mert én talán még ezt sem láttam. Nem látod meg? Nem vagyok maradva teljesen. Ez a Battlefieldnek a legújabb része. Igen, most én is nagyon értem, hogy miről megy a vita. Hát annyi bizonyos, hogy az AMD 6 magos a jóval gyengébb, de ennek megfelelően jóval olcsóbb is, mint a 980X Extreme Edition. Úgyhogy nem is nagyon lehet egy kategóriát említeni, csupán annyira közös bennük, hogy mind a kettőben 6 megtalálható, de azon kívül nem igazán vannak se az árat, se a teljesítmény tekintve egy súlycsoportban. Egyébként mind a kettőről volt már tesztünk, úgyhogy a vitákat tekintve érdemes fellapozni azt a két cikkünket. És mind a kettőnél jobb a dinnye, ez most jutott eszembe. Hm? Mind a kettőnél jobb a dinnye. Abban sokkal több mag van. Ja, hát igen. Ez egy fullos néli dinnyével lehet párhuzamosítani eléggé keményen. Jól néz ki ez a játék. Igen. Bár most éjszaka van. Régóta használjuk már a Bad Company 2-t is, Fraps-el mérünk, rendítjük a játékot teljesen a történet legelejéről, majd amikor a srácok a csónakban elérnek ahhoz a híthozom ennek a tetején, két őr mászik, lassan oda is érünk, cigiznek is éppen. Így szoktuk leállítani a tesztet, és akkor meglátjuk, hogy milyen értékeket kapunk. Tehát 3, 2, 1, puff, ki is lőttük a Fraps-et. El is hagyjuk a játékot, hát ugye sajnos el kell hagyni ahhoz, hogy meg tudjuk nézni a Fraps-es eredményeket. 1680x1050-es felbontásban futott a játék, magas minőségben, 4-szeres élsimítással, 16-szoros szűréssel. Közben talózgatom a Fraps logot. Így van, az átlagos FPS értékünk az 39,3 FPS volt, tehát abszolút játszható ezzel a beállítással a játék. A minimum értékünk sem ment 30 alá, pontosan 30, és a maximum pedig 57 volt, tehát Bad Company 2-höz
javallott, illetve elegendő a GTS 450 egészen biztosan. Ez nagyon jól hangzik, azt gondolom, főleg a kártya árát tekintve. Így van, mondjuk nem tudjuk, hogy most 57-57-55 mit tudott volna, de én azt gondolom, hogy pozitívan értékelendő az Nvidia elmúlt hónapokban történő tevékenysége. Ugye hát azt közel se lehet mondani, hogy nyerő pozícióba fordították volna az eddigi hátrányukat, de igyekeznek faragni a dolgon. Utolsó írott cikkelben lévő kártyával úgy emlékszem, meg voltál elégedve. Ja, igen, hát a GTX 460 az első olyan felnyalapú kártya, és szerintem még a GTS 450 tekintetében is az marad, amit igazán nyugodt szívvel lehet ajánlani. Fogyasztása is viszonylag jó a teljesítményhez képest, árteljesítmény aránya egészen jó, ezt szintén régen mondhattuk el Nvidia kártyára. Hát ugye, ha megnéztétek a cikket, akkor látható, hogy a drágább GTX 465-öt veri, és sokszor inkább a GTX 470-hez van közelebb, úgyhogy a GF 104-es van mindenféleképpen jól sikerült, aztán meglátjuk, hogy mit tud még ebből kihozni a gyártó a későbbiek folyamán, de tényleg a GTX 460 az mindenféleképpen elnyerte a tetszésünket, ezért is mentük rádobni a szerkesztői ajánlat plesnit. Közben Colin McRae Dirt 2 következik. Kérés 1280x1024-en futtassuk, és ezen kívül minden fullon. Ez mire értette Dávid? Hát, gondolom a Colinra. Jó, hát 1286 nem nyomunk, mert szerintem az nevetséges lesz, de 1680-nál maradjunk. Fullon, de ha esetleg Dávid lett lesz igaza, akkor bevállalom és akkor le fogjuk futtatni 1280 is. Egyébként minden maximálisra állítva, ahogy láthatjátok, 1680x1050-es felbontás, 8-as élsimítás. V-Sync kikapcsolva? V-Sync... Ki van kapcsolva? Látod valahogy? Megnéztem. Jó. Most figyelek. Igen, viszont a 16-as szűrés most nincs bekapcsolva, mert a driverből kell a Colin McRae esetén, ha jól emlékszem. Meglátjuk, hogy mi sülke a dolgokból. GTX 460 nagyon drága. Hát az egyértelmű, hogy mondjuk egy GTS 450-hez képest drága, de annyival erősebb is, tehát azért meg kell találni a megfelelő arányokat. Kinek mire van szüksége? Hát ha valaki teljes... Szükségem egy Ferrarira van szükségem, csak nincs rá pénzem. Hát jó, hát ugye ha nincs pénzed, akkor nem veszed meg. Hát a GTX 460-as kötelező megvenni, akinek van rá pénze és szimpatizál a kártyával, valamint Full HD-ben akar játszani maradéktalanul, annak érdemes bevállalni esetleg hova tovább, ha még az sem elég neki, akkor mondjuk GTX 470 vagy 480 fölé orientálódni, mert ott már visszatérnek az első szériás Fermi betegségek is. Azt sem állítjuk miféle, és ne essék, hogy kizárólag GeForce 2-t lehet vásárolni, tehát a Radeon tulajok ne támadjanak be, hiszen még mindig azért azok a kártyák tudnak jobb áteljesítmény mutatót a nagy átlagot tekintve. Olvasol? Olvasom, az OTA 9000 GT most az... Ja, hogy azzal a kártyával érte azt az FPS-t, ha jól veszem ki? Próbálom értelmezni. Aha. Jó, kérdeznék, hogy a 9000 GT-s észrevétel az milyen vonatkozásban kapcsolódik most a dologhoz. Közben lefutott a Dirt 2, és ahogy sejtettem, az átlag FPS értékünk 33. A minimum az 26-ig ment le, tehát 1680x1050-ben minden full beállítással, igaz, hogy a szűrés nem volt 16-os, de az sem lesz nagyon sokat, játszható a Dirt 2. Ebből az a tanulság, hogy Dávidnak 1280x1024-ben biztosan nem lesz problémája, ha esetleg úgy dönt, hogy GTS 450-be pecceli az összes pólót kis pénzét a malac belsejében. Ből. Egy ből, igen. Mindig ki kell, hogy javítsalak. Hát, egyszerűen nem bírom ki. Ezért vagy itt, hogy kijavíts.
Lássuk, mi legyen a következő. Lesz még egyáltalán következő? Nem tudom, hogy volt-e kérésünk, esetleg még játékot tekintve. Még rafinált módon nem is mondtam el, hogy mi van még. Nagyon-nagyon ügyes vagy. Jól csinálod. Hát legyen egy Crysis, mert a Crysis mindig olyan, hogy szokott lenni. És akkor amikor az végez... Nem a Crysis, hiszen nem is csináltunk még fogyasztás, illetve hőtermelési grafikont. Akkor jöjjön ez. Jelenleg nagyjából üres járatban van a rendszer, és olyan 115 watt környékén fogyaszt. Most éppen 117 wattos a pillanatnyi fogyasztás érték, amely az egész rendszerre értendő. Akkor most beindítom az MSI Afterburner nevezettő programot, hogy az MSI-től is használjunk valamit. Egyébként nagyon jó kis programról van szó, lehet vele tuningolni, illetve különböző monitorozási célokra is első osztályú. Az új 2.0-es verzióban már van egy olyan, hogy fantaktométer, ami elvileg ki tudja jelezni a ventilátornak a fordulatszámát is. Ahogy látom, Zolit ez annyira megmozgatta, hogy majdnem leesett az asztalra. A terhelés pedig Furmák nevezetű programmal fogjuk végezni. Szerintem a jelenlévők nagy részének ismerős lesz. 5 percig fog futni a teszt a legesleg durvább eltársokkal. Ugye most nem az lesz a cél, hogy élvezhető csokisfánkot lássunk éppen futni a képernyőn. Ez a csokisfánk, ez sose lesz élvezhető az a sok szőrrel, szerintem. Igen, kicsit olyan, mintha nem csokiból lenne, és hanem egy más hasonló jellegű anyagból, és meg lenne szőrösödve egy picit a naptól. Szóval 1920-1080-as felbontásban fogjuk futtatni 8-szoros élsimítással 5 percig. Közben figyelni fogjuk, hogy az aktuális fogyasztás hogyan alakul, illetve a teszt végén láttunk majd egy görbét is, és megnézzük, hogy mennyire hevült fel a kártya, illetve a ventilátor mennyire pörgött fel a teszt folyamán. Go! Szerencsére a fahébe ütés még megvan. Igen, hát akkor dobtak rá egy kis finom mázat, hogy jobb legyen az íz. Imádom az ilyen tesztprogék menti sebességmérését, a passzín végén szerint 3200-zal pörög. Na, hát akkor egy tájékoztató jellegű info ránk nézve, de hát meglátjuk, majd megnézzük azokat az RPM értékeket, és meglátjuk, hogy mennyire lehetnek valósak a teszt végén. Én csak azt kérdezném, hogy ha 3200-zal pörög a végé, akkor nem üte bele az alaplapban működés közben. Hát igen, de megnézve az érdekes, hogy a passzív végére forog annyira. Na jó, de hát hogyha nincs rajta a ventilátor, valaminek forogni kell. Ja, hát igen. Ez már komoly fegyvernek számít egy 3200-on pörgő végéje. Ilyen flexvelő eszköz. Túlélet fán kifejezés. Hát igen, egy diplomatikus megnevezés és ötlet Csana részéről. Nem is tudom, Csanával találkoztunk eddig a műsor során. Nem ismerős a neve, de ha új nézőkről van szó, akkor örömmel köszöntjük köreinkben. Azon gondolkoztam, hogy tudnánk-e ilyen kerekkábelt megtetni. Látom, elkalandoztál, de szerintem te tudnál, Zoli, de neked benne van a potenciál és a képesség, hogy egy kis gyakorlás rájössz. Nem, lehetne szőrös, csak azért gondolkoztam, hogy ilyen rejte. Csak az kéne, hogy ne az el megfelelő helységben, hanem mondjuk az utcán végezd el, ahol a nap is éri a terméket, a végterméket. Shift van-e? Hát shiftünk már régen nincsen. Nem igazán lenne megterelő a mostani végek számára, illetve azért érdekes, képes érdekes mérés eredményeket produkálni. Majd talán az új Need for Speed, ha kijön, akkor az be fogjuk hiktatni. Közben Csanától kaptunk választ, hogy ez az első élőadás, amit el tudott kapni, az eddigieket csak felvételről néztem. Akkor jól sejtettem. Örülök neki, hogy most itt tud lenni. Minden tudsz. Hát figyelj. Minden tudsz. Én nézem az adást, mert én csinálom. Tehát. Ennyi. És az összes regisztrált olvasónkat ismered. Hát, helyel közel. Ez is szerencségemnek a jele. Fuelmail 2 exe át lett nevezve. Nem lett át nevezve, nem tudok ilyen csalási dologról, de ha tudsz valamit, akkor nyugodtan írd meg nekünk. Ez gondolom nem erről szól, hanem ugye... Hogy igen, most igazából mi csak terhelés miatt használjuk a programot, hogy minél jobban felhevítse a GPU-t.
Közben az aktuális fogyasztásunk az 191 watt a teljes rendszert nézve. Szerintem nem rossz az dolog. Ugye ne felejtsük el, hogy egy 3600 MHz tuningolt Core-i 920-on a gépben. És ugye erre jön még rá az elvileg 106 wattos TDP-s fogyasztás. Szerintem nem rossz ez a történet, ahhoz képest, hogy honnan indult el ez az egész Fermi architektúra. Bár hát ugye maga a GPU is azért jelentős butításon esett keresztül, amellett, hogy próbáltak javítani rajta. Közben valaki szeretne shift billentyűket küldeni nekünk, nem tudom, hogy elfogadjuk-e. Egyébként nagyon-nagyon régen mondtuk a pizzát, azt még mindig jobban szeretjük, mint a shift billentyűket. Igen, azóta sem érkezett meg, ez a legnagyobb probléma ezzel. Az is szőrös valószínűleg valahol. Hát szőrös pizzát nem szeretnénk, de egy frissen sült valamelyik nevesebb pizzériából érkező sajtos sonkásat, vagy bármilyen nem túl a valóságtól elrugaszkodott, mondjuk ilyen polipszem, meg mit tudom én, ilyennel felpakolt pizzát. Az. Csiga ne legyen rajta, csigás pizzát ettem egyszer, az nem ízlik. Csigás pizza? Igen. Elég régen volt, még a múzeum körültől majdnem szembe a Nemzeti Múzeummal volt egy pizzéria, ami egy viszonylag jó volt, ott voltak ilyen extra pizzák, és ott volt csigás pizza is, amit egyszer így megkóstoltam. Még a fülmelkos fánk is finom lehet. És nem darált csiga volt rajta, hozzáteszem. Egybe tudsz, hogy mi? Hát igen, lényegében igen. Nem volt rajta ház. Nem, ez most vagy leszették róla a házat, vagy eleve mesztelen volt, de szerintem inkább leszették róla. Hát igen, az éti csiga szokott a házat. 197-195 ilyen fogyasztási értéket kapunk továbbra is, úgyhogy nem megy kétszer az fölé a teljes rendszer fogyasztása. Én azt mondom, hogy azt értékeljék pozitívan a GTS 450-et illetően. Itt látom, az egyik nézőnk kételkedik benne, hogy csiga volt a pizzán. Nem tudom, hogy mi volt egyébként. Nem mutatkozott be. Hát azt mondták rá, hogy az hát kifizettették az árát a csigának, úgyhogy... Ez valami mosórony volt földel abból vele. Jó, közben lement a teszt, egy picit várjunk, hogy visszajön a cucc. Törjük meg a csendet, mert annyira rossz így. Igen, csak így próbálom értelmezni itt a hozzászólások sokaságát. Dúdoljak addig valamit? Dúdol valami jó új slágert. Pedig már majdnem elhittem neked. Megy hazafelé a kocsiba. Jó, nézzük akkor, hogy mit kaptunk. Megpróbálok ellátni odáig. Pizzát nem? Pizzát nem kaptunk. A minimális hőmérsékleti érték a GPU tekintve az 33 fok volt, ami nevetségesen jó gyakorlatilag, tehát egy nyári napon melegebb volt itt a szobában a hőmérséklet, mint most a GPU, a mérés kezdetekor. Igen. És a maximális értékünk sem ment 58 fok fölé. Tehát tojás sütni akkor nem fogunk. Ezen bot is se fog boldogulni tojásütés szempontjából. És ahogy látható, a második sávban az a sáv a képigónak a terheltséget jelzi. Hát ugye egyértelmű, hogy amikor rányomtunk a burning folyamatra, igen, a szőrös fánknak a kalkulálására, akkor egyből 100%-ra ugrott fel a gépű terheltsége. Ezért használjuk többek között ezt a programot. Te ilyen fánk megrajzolás engem is leterhelne. Hát bizony azért ez kell a terheltség. Egyébként nézem a ventilátor fordulatszámának a százalékos kijelzését. A program azt jelzi, hogy 30 és 32% között volt a ventilátor fordulatszám, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy majdnem, hogy ugyanazon a fordulatszámon pörgött a teszt végén végig. De mondjuk ezt meg is erősíthetjük, mert nem nagyon erősödött. Így van, tehát abszolút nem vettünk észre zajszintbeli növekedést. Ezt támasztja le a fordulatszámot kijelző kis grafikon is, illetve görbe, ami azt mutatja, hogy olyan 1740 és 1500 percenkénti fordulatszám között ingadozott a ventilátornak a pörgési sebessége, így csúnyán fogalmazva.
halk a kártya és jól hűt. Nagyon, nagyon több nem kell egy biztos, jó hűtéstől. Biztos, hogy van ebben még tuning potenciálban a kártyában, én ebben biztos vagyok. Hát van, ugye valószínűleg van, hiszen itt a GTS 450 top sejtetni engedi. Fogyasztást néztünk, melegedést néztünk. Crysis-t nem néztünk. Crysis-t nézünk, még egy Crysis gyorsan. Hogy mindenkinek megvan az öröme. Egyébként nem kell kétségbe esni, ha esetleg valamelyik játék nem kerülne bele most az élőadásba, a cikkben jó eséllyel találkozni fogtok vele. Közben mit írnak, Zoli, nem mutattál? Azt mutatom, hogy Csaba írta, hogy leszette a 2.0-ás szoftvert, és nála nem akarja a venti fordulatszámát kiírni, és egy HD 5870-e van. Ha. Nem tudok el sajnos választ adni. 5870-ig most nincs a szerkesztőségben, úgyhogy nem is tudjuk megnézni. Előfordulhat, hogy nem mindegyik szenzornak az adatait tudja kiolvasni a program, én erre tudok tippelni. Nekünk is ez az első kert, amivel nézzük a benti fordulatszámát, mert csak nem emlékszettük le a kert a pununás verziót. Meglátjuk, hogy a cikkben szereplő radeon kártyákkal hogy fog boldogulni, és esetleg akkor majd ezt közöljük felé. Jó, bekapcsolom a Crysis-t a 16-szoros anizószűrést, mert így szoktunk mérni. És aztán indítjuk gyorsan. A vészinket, az meg ki... Nincs vészink. Most majdnem kimondtam, amit akartam. Mit akartam? Nem tudom már, nem is emlékszem, ez a probléma, ezzel nem mondtam ki. Túl gyorsan forog az agyam, és mire kimondanám, addig elfelejtettem, hogy mit akarok. Hát, mert zseni vagy, ez a zseninek a tulajdonképpen. Igen, akartam. A túlzott intelligencia, ez ütközik ki állandóan. Jó, És egyszer egy napig úgy néztem ki, mint Brad Pitt. Ez volt a másik. Ez mikor volt? Ez kérlek szépen, ha jól emlékszem, 2003-ban. 2003-ban, egy napig tartott, utána elmúlt. És ez hogy sikerült, hogy kell ezt elképzelni? Hát ez egy olyan... nem meséltem még ezt a történetet? Akkor még a QWERTY-ben dolgoztam, mint szervizvezető, és átvettem egy gépet egy kedves ügyféltől javításra, másnap jött érte, kimentem a pultba, hogy visszavigyem neki a gépet, és közölte velem, hogy ő azzal a kollégával szeretne beszélni, aki tegnap itt volt, és úgy nézett ki, mint Brad Pitt. Ebből én azt a következtetést mondtam le, hogy előző nap úgy nézhettem ki, mint Brad Pitt, de már elmúlt. Magyarul egy napig tartott, és aztán már nem. Hát ez tovább tart egy nap, akkor már gazdag ember lennél. Mert te valami mindenféle ilyen Zimáin, a Britney Spears-szerű ilyen kis hasonlás. Ugye, ezen gondolkoztam én is már többször, hogy lehetnék celeb. Lehetnél. Lehetnék és igazából... celeb, és mehetnék a Győzikével autókázni a Győzike, akármiben. Milyen, hogy hívják? Azt tudom, mi a műsornak a neve. A Győzike műsorának? Uh-huh. A Győzike Show. A Győzike Show? Ennyi? Hát, jó, azt hittem, hogy valami bonyolultabb. Tudod, a Rádió Edit szintet megütő. Ja, igen. Jó, hát a Flapset bekapcsolva felejtettük. Annyira nem nagy baj, mert legalább ti is láthatjátok remélhetőleg, hogy éppen hol tart az FPS szám, aztán nem olyan biztos ez, hogy most a monitorunkra tekintek, de 30, 31, 32 ilyen átlagos értékünk van jelenleg, vagy illetve pillanatnyi értékünk van jelenleg. Nem mondtam el a tesztnek a betársait, egyébként viszont ugyanazok, amiket használtunk az előző cikkünkben, tehát 1680x1050-es felbontás, illetve Full HD felbontás, 16-szoros anizószűréssel, 8-szoros élsimítással, DirectX 10 mód, gamer profil 64 bit, tehát szokásos felső kategóriás mérési metódus használjuk. Azért tesszük ezt, hogy a GTX 460-as cikkben szereplő eredményeket összetudjátok vetni a hamarosan kirajzolódó FPS értékekkel. Nem megy az adás? Hát úgy tűnik, hogy valami probléma van az adással. És tudom, hogy ez most furcsán fog hangzani, mert nálunk ugye úgy látjuk, hogy megy. És nem tudom, hogy a hangot halljátok-e, de nem fogom leállítani az adást most, mert úgyis ez lett volna az utolsó teszt, amit le akarunk futtatni.
próbálj írni valamit, hogy ezt látják. És végigfut ez a teszt, szépen el fogunk köszönni, és aztán majd felvételről meg lehet akkor nézni az adást, nem tudom, hogy te hogy gondolod, jó. Én szerintem ez így most jobb lesz. Be is írom a zsenőfalra. Ahogy látom, teljesen megállt ez az adás, a mi gépünkön sem megy sajnos. Közben azért kommentáld ezt a tesztet, hogy milyen a hát, FPS érték. Továbbra is kedvező. Ugyan most leesett 23-24 környékre, de úgy néz ki, hogy átlagosan 30 FPS közelében tartózkodik a GTS 450 teljesítménye a felső kategóriás beállításokkal, úgyhogy nem rossz a dolog. Aztán amint lefut a végén, majd összegezni fogunk. Aztán teszünk egy gyors összegzést, bár szerintem azt már most is megtehetem, hogy amíg fut a teszt. És aztán pedig el fogunk köszönni. Ezek szerint látják, amiket írunk, Zoli? Nem tudom megmondani, hogy látják-e. Valaki írja, hogy Chrome-mal nem megy, sűn. Szerintem megállt teljesen, én attól félek, hogy a másolómmal lehet inkább valami probléma, mert ugye teljesen fekete minden, nincs bufferelés. Viszont ugye, amit mi itt fölveszünk, az a gépen tárlódik, úgyhogy azt majd föl fogjuk tudni akkor tölteni egyben, és akkor meg tudja mindenki nézni az adásnak a végét is. Jó, viszont szerencsés variáció így. Hát akkor addig összegezzük a mai teszt tanulságát, így a végre már a beszédkészségem is egyre inkább a kritikus szint közelébe csökken. Tehát az Nvidia végre újított a középkategóriában, megérkezett a GeForce GTS 450, a GF 104 alapú GF 106 névre keresztelt maggal, van még benne potenciál. Kártya teljesítménye azt lehet mondani, hogy időnként egészen jó, átlagban véve talán inkább az, hogy elégséges, éppen elegendő. Hát az árat nehéz megítélni, mert ugye itt Magyarországon ezzel mindig bajba szoktunk lenni, de talán nagyjából ott van az ára, ahol lennie kell, ha ez még tud csökkenni pár ezer forintot, akkor még jobb lesz a helyzet. A lényeg az, hogy végre van új középkategóriás VGA. Az más kérdés, hogy a régebbi kártyák tulajdonosának mennyire, illetve miről érdemes váltani. Hát ha valakinek egy GTS 250 van, akkor mondjuk a DirectX 11 és az újabb technológiák miatt esetleg el lehet gondolkodni. Akinek esetleg GTX 260 van, az mindenféleképpen felejtse el a GTS 450-et, hiszen a GTX 260 még mindig egy jóval gyorsabb kártya ennél az új modellnél, de akkor is csak DirectX 10-et támogatja. 57-70, 57-50 viszonya még jelen állapotban kérdés, hiszen nem tudtuk lemérni újra a Radeon kártyákat. Remélem, hogy jövő hét elején tudunk szerezni, és akkor friss Katalyszt meghajtóval őket is be fogjuk tudni ízítani. Úgyhogy azt mondom, hogy nem olyan rossz, ígéretes a kártya, közel sem tökéletes, közel sem bombavétel. A GTX 460 jóval pozitívabb benyomást tett ránk, de hát azért az egy kategóriával igencsak feljebb van. Úgyhogy felemelsük az érzelmeink, de majd pontosabb konklúziót az írásos cikk végén fogunk tenni. Remélhetőleg a jövő hét folyamán ki fog kerülni, inkább közepén vagy a végén.
Minden esetre a nálunk járt két Asus kártyával ugyancsak a sima verziót tettük be, de véletlenül a másikkal sem lesz probléma. Meg voltunk elégedve. Az egyedi nyomtatott államkör rendben van, lekerekített élek, fekete nyák, a hűtés abszolút meg voltunk elégedve, úgyhogy a magunk részéről magát az Asus-t, mint GTS 450-et tudjuk ajánlani az egyes gyártók versenyében is. És nagyjából szerintem ennyi, amit el tudtunk mondani a GTS 450-et, ebből be tudtunk most mutatni egy szűkös másfél óra keretein belül. Szóli, közben jött esetleg visszajelzés, hogy látják, amit írunk? Amit írunk, azt látják. Igazából jól elbeszélgetünk, így az üzenőfalon. De az meg érdekes, nem? Mert akkor mégiscsak megy valahogy a szerverük. Igen, de hát... ugye nálunk az adás itt megy, tehát a szoftverrel nálunk nincsen probléma. Ami azt jelenti, hogy valószínűleg a felvétel is megy, tehát ugye mi rögzítjük az adást. Netünk az továbbra is van, mert ugye tudunk beszélgetni, tehát én csak arra tudok gondolni, hogy a másik rúgnál halt meg valami, mert tökéletes feketeség van, tehát még a logó sem jön be. Ugye, mert ha megszakad az adás, akkor a HOC logó azért beszokott jönni, a HOC TV logó, most pedig az sem. De én már azt mondom, hogy igazából nem csodálkozom ezen a dolgon. Nem csodálkozom ezen a dolgon egy kicsit sem, mert valamilyen oknál fogva két-három műsort biztos, hogy nem tudunk úgy leadni egyfolytában, hogy minden rendben legyen. Hát figyelj, máshol mint szeretnénk azért, ha nem az lenne, hogy mindig csúnyán szóba szidnunk le a rendszert, szeretnénk, hogy javulna. Vagy a másik, ami még lehetséges, hogy meghalt a kamera. Bár ahogy észreveszem, hang sincs. Tehát, hogyha nincs hang, akkor viszont nem is a kamerának igen. A hibája. Igen. Ez már az utolsó fejezet a tesztből egyébként? Reményeim szerint igen. Mert így egy kicsit furcsa azért adást csinálni, hogy magunknak csináljuk, és így beszélgetünk egymással, nézők pedig nincsenek, és nem is hallanak minket. De látják, amit írunk, hát. Hát és majd felvételről meg lehet minket csodálni. És jut eszembe, nem borotválkoztam reggel, azért ez elég gáz. Hát szerencsére nem túl jó a felbontás. Igen, amíg nem HD kamerával adunk, addig nagyon nem kell miatt törnöd magad. Hát lassan ugye, 17:30 múlt. Amire egyébként kíváncsi leszek, és most eszembe jutott, hogy a YouTube-on teszteltek mostanában élő adást. YouTube-on? Így van, több résztvevő is volt, azt hiszem 4 adás ment le tesztben. És nagyon kíváncsi vagyok a terveikre, hogy mit terveznek ezzel a dologgal. Arra én is, hogy most mert hogyha az működni fog, reméljük, hogy működik, és ugye nekünk van saját oldalunk ott is, mert beregisztráltunk, akkor lehetséges, hogy rajtuk keresztül tudunk adást csinálni. És akkor ugye ott az élő adás, amit fölveszünk, az ott lenne föltöltve a saját oldalunkra. Hát igen, néhány gondunkat megoldaná ez a, ugye? Ez a variáció. Ugye? És rögtön nem Silverlight-on menne az adás, hanem Flashben. Flash-t használnak ők? Már nem. Tudod, hogyha valami újabb technológiát fognak? HTML5-ről szó volt, de hogy már bevezették-e vagy sem, ezt nem tudom őszintén szóval. Jó, hát akkor utána nézzünk meg, várjuk a fejleményeket ezzel kapcsolatban. Ez is izgalmasan hangzik, az biztos. Most nem tudom, mi történt igazából. Totális broadcasting. Na, közben a teszt az még megy. Az előbb valami történt, nem tudom, hogy láttad, de itt bevillant egy pillanatra a logónk. Igen? Igen. Már eltűnt a kép és a logónk jött be. Úgyhogy előfordulhat, hogy most volt valami. De ha nem, akkor nem. Igazából most ezt a pár percet már valahogy kibírjuk így. Ha kicsit nehezen, és beszélgessünk valamiről. Jövő héten újra találkozunk. Hát igen, minden bizonyal fogunk jövő héten újra találkozni. Valamit már kitalálunk akkor is, ha nagyon-nagyon rossz forgatókönyvünk lesz, és nem lesz esetleg új cucc. De valamivel fogunk jelentkezni, hogy azért visszarázódjunk ebbe a kis őszi szezonunkba. És hát ugye nem is tudom, Zoli, de szerintem lehet, hogy már több mint egy éves a HOC TV.
Valahogy is szedtem. Igen, talán egy éve volt nagyjából az első adásunk, igen. No, van valami eredményünk, én úgy látom. Van bizony. Tehát Crysis kétféle felbontásban, 1080x1050x1920x1080, 8-szoros élsimítással, 16-szoros anizó szűréssel, átlag FPS értékeket mondok először a kisebb felbontásban. 25, illetve 22. Tehát becsúsztunk azért 30 FPS alá. Csúnyán. Becsúsztunk. Mentségre szóljon, hogy azért meg lett erőltetve picit, az egy 8-szoros élsimítás Crysis alatt az eléggé nagy feladat még manapság is, főleg egy középkategóriás kártya számára. Én azt gondolom, hogyha mondjuk ezeken a magas felbontásokon, ha nem is annyira indokolt élsimítástól eltekintünk otthon, akkor föl tudunk menni 30 FPS fölé Crysisban is. Hát igen, kicsit butíthatunk ezen a grafikán, és akkor azért játszható. És kicsit jobb lenne a forint, akkor ugye ennek a kártyának az ára is inkább a 30 felé lenne, ugye? Így van. Jó, okay. Hát összegeztük a kártyát. Szerintem akkor mivel ilyen kínos lett a vége ennek a műsornak, így fejezzük be akkor ezt az adást most. Örülünk, hogy itt voltatok velünk. A végén az adás szünetért elnézést kérünk, megpróbáljuk feltölteni akkor most a adást, ahogy befejeztük itt a műsort, és akkor meg tudjátok majd nézni felvételről, hogy végződött itt a teszt, illetve akkor a tesztnek az értékeit is hallhatjátok. Köszönjük, hogy itt voltatok. Jövő héten valószínűleg jelentkezünk újra, ha minden igaz, talán csütörtökön, mert ugye csütörtökön szeretnénk mostanában adást adni. Én ezt elfejtettem, de lehet róla szó, úgyhogy... Minden azon múlik, hogy sikerül-e megfelelő műsor témát találnunk a jövő hétre. Magam részről akkor elköszönök, kellemes hétvégét nektek, vigyázzatok magatokra, legyetek jók, és hétfőn újra csatában, munkában leszünk. Sziasztok! Sziasztok!